Dékáni köszöntővel indult a Debreceni Egyetem egészségügyi karának virtuális nyílt napja. A hagyományos beiskolázási rendezvényt idén a vírushelyzet miatt nem tudták személyes formában megtartani. A csütörtöki esemény résztvevői online barangolhatták be a nyíregyházi kampuszt. Rövid videókon keresztül kaphattak képet az infrastruktúráról, a kar felszereltségéről és az oktatás során használt eszközökről. Megismerhették a képzési palettát is, majd külön az egyes szakokat. A szervezők bemutatták a hallgatók tanulmányait segítő lehetőségeket, és szó volt a tehetséggondozással is. A rendezvény ezt követően interaktívvá vált. Egy online fórum keretében az egyes szakok oktatói online adtak felvilágosítást a érdeklődő hallgatók számára. Egyrészt a elméleti, másrészt a gyakorlati oktatásról, ez hogyan szervezzük, hogyan folyik, milyen területi gyakorlóhelyeken tölthetik a gyakorlatukat, és ez milyen tartalommal bír. Mivel ez volt az első ilyen formában lebonyolított nyílt nap a kar életében, nagyon készültek a szervezők, hogy sikerüljön átadniuk fő üzenetüket. Mindenképpen egy jó csapatba kerülhetnek a hallgatók, és olyan segítő szakmákban dolgozhatnak, amelyre rendkívül nagy szükség van. Tehát aki ilyen típusú szakmákban képzeli el a jövőjét, akkor a legjobb választás, hogyha az egészségügyi kart választja. A legnépszerűbb szakok listáját évek óta a mentőtiszt és a szülésznőképzés vezeti, de tavaly a szociális munka levelező tagozatára is sok hallgatót tudtak felvenni. Azok, akik akár a virtuális nyílt nap hatására úgy döntenek, a karon folytatnák felsőfokú tanulmányaikat, jövői február 15-ig jelentkezhetnek az általános felvételi eljárás keretében. Sikeres felkészülésüket ráadásul a kar is segíti. Az idén bevezetésre került az emelt szintű érettségi, mint követelmény minden szakon. A kar érettségi felkészítőt kínál az érdeklődő diákok számára, tehát aki már korábban érettségizett, nem rendelkezik még emelt szintű érettségivel, vagy szakmaspecifikus érettségit szeretne tenni, akkor az a társadalomtudományi képzések területén társadalomismeretből, illetve az egészségtudományi képzések területén pedig biológiából, illetve egészségügyi alapismeretekből kínálunk felkészítő tanfolyamokat. Új magyar nyelvű szakok ugyan jövő szeptemberben nem indulnak a karon, viszont az egyetem szolnoki kampuszán kihelyezett képzés keretében választhatják az ápoló és védőnő szakot, nappali és levelező tagozat van egyaránt. A paletta pedig az angol nyelvű ápoló alapképzési szakkal bővül 2021 őszén.